Az Ökovíz Kft. Elkészítette a 2017-es évre vonatkozó stratégiai tervét, amelyben az is szerepel, hogyan tudják visszafizetni a városnak a még fennálló tartozást. Erről is tárgyaltak a bizottságok, hogy szakmai véleményüket a testület elé terjeszthessék. De lakások eladásáról, területek hasznosításáról, a CVS-ének nyújtott támogatásról és a köztemetők üzemeltetéséről is tárgyaltak a bizottsági tagok, és tárgyal holnapi ülésén majd a testület. 13 felnőtt, 57 gyerek, több mint 100 résztvevő és fantasztikus hangulat jellemezte a Csemőben megrendezett Édes Csemő sakversenyt. Abony Albert és a Cegléd Csemő Nyáregyháza településekről érkeztek a versenyzők. Fél Csemő összefogott, hogy igazi fesztivál hangulatban érezze magát a többnyire kezdő sakkozókból álló mezőny. A finomabbnál finomabb sütemények és a rengeteg díj megalapozta a sikert. A felnőtteknél Lőrinci László, az alsósoknál Kis Balázs, a felsősöknél pedig Jetuhov Nimrod nyerte el a kupát. Fény, öröm, szeretet címmel rendeztek különleges hangversenyt az evangélikus templomban. Barokk és egyházi, karácsonyi művek csendültek fel olyan kiváló operaművészek előadásában, mint Erdélyi Erzsébet és Lőrinc Judit, de Szikora Ilona orgona művészjátékát is élvezhették az evangélikus templomba látogatók.